Szép, rendezett ház Csikóstöttösön. Itt él a 28 éves Attila, aki születési rendellenessége miatt beszéd és mozgásképtelen. Ám bent pontosan tudja, mi történik vele és körülötte. Szülei lehetőség szerint segítették, hogy a világ kitáruljon előtte, így Attila egy kis berendezés segítségével képes kezelni egy számítógépet. Számítógépet is úgy kezeli, hogy a fejével működteti, ezért Budapestre hordtam a Blisshez. Most ősszel maradt abba, hogy nem szeretett volna úgy menni, mert nem úgy volt a fejlődése, és akkor gondolta, hogy nem menjünk. Úgyhogy ő a fejvel tudja a számítógépet, mindent megért, mindent tud a környező világról, meg úgy körülöttünk lévőben. És magyarul mindenhova is vittük magunkkal, ahova tudtuk. Ám nemrégiben tragédia történt a családban. Attila édesanyja elhunyt, így az ápolás az édesapjára maradt. A szomszéd az segít sokat. Majd megpróbáljuk most. A tragédia után a település összefogott a család megsegítésére. Januárban úgy döntött a képviselőtestületünk, hogy a mellettem látható fiatal ember részére nyitunk egy adományszámlát és egy gyűjtés rendezünk. Ezt a számlát március 15-ével bezártuk, addig amíg 150 támogatói jelentkezett, 145 magánszemély, illetve család, mondhatom nyugodtan úgy, sőt vállalkozás. Én nagyon büszke vagyok arra a térségre, ahol minden nap én ott töltetem, hiszen ez egy olyan magas szám volt, ami engem is váratlan ért. És nyilván ebben van egy banki átutalás, amely bizonyítja azt, hogy megközelítőleg, mint egy 3 millió forintot átutaltunk Attila végleges elérése céljából, amelyet csak is kizárólag a gyámhatóság engedélyével az édesapja arra a célra tud felhasználni. Attila édesapja vállalkozó. Most rámarad a fia ápolása, át kellett szerveznie az életét. Az esti ápolás, meg az ilyesmi az én dolgom, meg reggel is, ezek mind az én dolgaim, meg hát minden végül is. Megsegítenek nagyon sokat a nővéremék, azok eljönnek hétvégén takarítani, meg ilyesmit, hogyha kell. Attila édesapja abban bízik, hogy hamarosan megfelelő helyet találnak, legalább egy napközbeni ellátásra.